Németországban néhány nap múlva újabb tartományban rendeznek választásokat. A felmérések szerint ismét a radikális jobboldal győzelme várható. Olaf Scholz koalíciójának népszerűsége mélyponton van. A német kancellár kétségbe esetten igyekszik politikai jövőjét menteni. Közben az Európai Bizottság másfél milliárd eurós támogatás megvonással sújthatja a németországi Türingia tartományt, ha neki nem tetsző kormány alakul az alternatíva Németországért vezetésével egy német hírportál szerint. Zoltán is folytatja. Köszönöm szépen a század végközéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatója, Kiszeri Zoltán a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kérem, kezdjük azzal, amit itt a felvezetőben Áron is mondott, ez a bizonyos másfél milliárd eurós támogatás megvonás. Itt arról van szó, hogy egy Berlinben működő befolyásos központ, egy agytröszt, Től származik ez az ötlet, és a sajtóban megjelent információk szerint, amelynek egy korábbi EU bizottsági tanácsadó ö, javasolta azt, hogy ha nem tetsző kormány alakul, azaz az AFD tud kormányt alakítani Türingiában, akkor ugyanúgy, ahogy egyébként ez már működött Magyarországgal hmm. szemben, vagy éppen Szlovákiával szemben, Európai Uniós támogatásokat kell megvonni a tartománytól. Mit üzen ez? Ez a cancel culture a vegytiszta megjelenése, ugye a liberálisok nem fogadják el a népszavát, amikor az emberek döntenek, Türingiában ugye több mint 30%-ot kapott az AFD, a legerősebb párt lett, most hétvégén Brandenburgban is, vagy jövő hétvégén Brandenburgban is lesz tartományi választás, úgy néz ki, ott is a legerősebb párt lesz az AFD, és hát a, a liberálisok ezt nem tudják elfogadni, hogy az emberek döntenek, és rögtön cancel culture, ugye, hogy, hogy tűzfal, szan szaniter, kordonszaniter, elszigetelés. Ezt látjuk, hogy öt éve is ez történt egyébként, amikor az AFD támogatásával egy liberális miniszterelnököt választottak meg, és akkor Angela Merkel akkori kancellár Dél-Afrikából üzente meg, hogy ezt vissza kell csinálni. Vagy hát arra is emlékszünk, amikor 22. szeptemberében Olaszországban volt választás, és Ursula von der Leyen egy amerikai egyetemen tartott beszéde után kérdésekre válaszolva azt üzente, hogy az olaszok jól szavazzanak, gondolják meg, hogy kire szavaznak, mert hát ne járjanak úgy, mint a lengyelek meg a magyarok. Tehát azt látjuk, hogy ez a globalista elit nem tud jó ajánlatot tenni az embereknek, nem tud jó ajánlatot tenni az országoknak, háborút, migránsokat, gender ideológiát erőszakolnak az országokra és az emberekre, és akik ezt nem fogadják mint korábban a lengyelek, vagy most mi magyarok, szlovákok, vagy a türingiaiak, azoktól megvonják azokat a forrásokat, amelyek egyébként jogosan járnának ezeknek az országoknak és az ott élő embereknek. Nem csak Türingiában volt választás, hanem száz is, és hát érdekes körülmény legalábbis a sajtóban megjelent információk alapján, hogy egy mandátumot elvettek egy szoftver hibára hivatkozva az AFD-től. Politikai karanténba akarják zárni, és ez egy kimondott dolog Németországban. Ami érdekessé teszi ezt a politikai karantén kérdését, hogy megerősödött szára Wagenknek is a, a pártja, aki a linkéből lépett ki, őt szélső baloldalinak nevezik. A szélsőségekkel szemben próbálnak karantént alkalmazni, de vajon egyenlő mértékben? Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy Szászországban az az egy mandátum, amit a idézőjelben számítógépes hiba miatt levontak az AFD-től, az pont megakadályozza azt, hogy az AFD-nek blokkoló kisebbsége legyen, egyharmada a mandátumokban a Szászországi parlamentben, és ha meg lett volna ez az egyharmad, akkor blokkolni tudta volna a, a olyan a, a bírók vagy ha ezt megfordítjuk, és a demokratikus egyébként a jogállami szempontokat veszük alapul, akkor azt kell látni, hogy egy parlamentben, ahogy az emberek szavaztak, úgy arányosan kell a tisztségekből is ugye a, a pártoknak részesülni. És ha egyharmad szavazott az AFD-re, akkor a bíráknál, a, a, testületeknél is, a kinevezéseknél is figyelembe kéne venni az AFD-t, és ez a karantén, vagy ez a tűzfal, ahogy németül mondják, azt is jelenti, hogy hiába szavaztak nagyon sokan az AFD-re, 17 és 21 között a Bundestagban, a nagy koalíció idején az AFD volt a legerősebb ellenzéki párt, és mégsem kapott a párt alapítványa pénzt, nem kapták meg az alelnöki és bizottsági pozíciókat, és ugyanezt látjuk egyébként a patriótáknál is az Európai Parlamentben, hogy hiába szavazott 18 millió ember ezokra a pártokra, Magyarországon, a Fideszre, más országokban azokra a pártokra, mondjuk már Löpen pártjára, amely a legerősebb csoportot adja, nagyjából 30-35 képviselővel az Európai Parlamentben, tehát ők vannak a legtöbben egy pártból az Európai mégsem kapnak al elnöki pozíciókat, bizottsági elnöki pozíciókat, tehát ezt látjuk, hogy ez a jogállamiság, ahogy ezt a liberálisok értik, az azt jelenti, hogy demokrácia emberek nélkül, tehát ők azt akarják megcsinálni, amit, amit ők akarnak, és ha az emberek máshogy szavaznak, akkor látjuk, hogy nem tudják elfogadni, és megpróbálják ezt a döntést, amit a szavazók a fülkékben hoztak, megpróbálják ezt felülírni mindenfajta ilyen trükkökkel, trükkök százaival, hogy egy klasszikust idézek. Azt lehet látni, hogy ezekben a tartományokban országos ügyekre reagáltak a választók ezekkel a döntéssel, és még a politikó is azt írja, hogy Olaf Scholz kancellár pedig a politikai népszerűségének a fenntartása miatt vezet be például most határellenőrzést Németország határa, amivel a szövetséges Lengyelország sem értett egyet, hiszen Dunátuszk is élesen bírálta ezt az intézkedést. Olaf Scholz a migrációval indokolja a Schengeni határokon való ellenőrzés visszaállítását. Ön hogyan látja, mennyire tudja ez orvosolni azt a helyzetet? ami kialakult Németországban, hiszen élnék a gyanúperrel, hogy a zöld határon nem állott a német hadsereg. Nem, ugye az európai parlamenti választáson történelmi vereséget szenvedtek a berlini jelzőlámpa koalíció pártjai, erre reagáltak. Tehát ha megnézzük, jövő szeptemberben lesz parlamenti választás Németországban, és hát a Szoci Demek is, meg a kereszténydemokraták, a CDU is megszabadulnának a népszerűtlen zöldektől, akik egy ideológiai párt. És igazából én azt gondolom, hogy jövőre egy nagy koalíciót a német elit, tehát a, a, az országot irányító 200 család, és ugye ehhez a, a CDU-nak már megvan a 30%-a, stabilan meg is van. Az, az SPD gyenge, most 15% körül van. Tehát igazából Olaf Scholz kancellár stratégiáját úgy értjük meg szerintem, hogy az két célt szolgál. Az egy a személyes politikai túlélését, hogy legalább 20%, tehát hogy, hogy ő azt reméli, hogy ő maradhat a kancellár, nyilván nem. A, a másik, hogy az SPD-t föltornász a 20% fölé, és így értjük meg azokat az intézkedéseket, amelyek látszólag ugyan egy változást jelentenek, de, de, igazából, hogy ezt Metternich hercegnek tulajdonítják ezt a mondást, hogy nagyon sok apró dolgot kell változtatni, hogy a nagy dolgok ne változzanak, és amikor az ukrán támogatás Németországban megfelezik, és 8 millióról jövőre négyre, aztán másfélre, az azt jelenti, hogy az Unió már megszavazott 50 plusz 20 milliárdot, a NATO meg egyszer 40 milliárdot, tehát ilyen szempontból a német nemzeti részt csökkentik, de az Unión és a nato keresztül továbbra is finanszírozzák Ukrajnát. Ami pedig a migránsokat illeti, igazából az, az nem változik, hogy, a, hogy eddig is voltak ellenőrzések kelet felé, tehát Lengyelország és Ausztria felé, vagy Csehország felé, ezt kibővítették most nyugat felé, Hollandia felé, Belgium felé, tehát ilyen szempontból az nem változik, hogy a migrációt a németek nem egy német problémának látják, hogy mágnesként vonzák a jóléti intézkedéseikkel a migránsokat az egész Európai Unió területén keresztül, hanem ők ezt egy európai problémának vetítik, ami európai megoldást követel. Tehát ez nem változik, és igazából a Schengeni övezet összeomlásának, ami most fenyeget az alternatívája, a kvóta. Tehát a németek nem mondtak le arról, hogy minden országba betelepítési kvótát akarnak, mert csak egy vészhelyzeti kvótát fogadtak el, és ez Magyarországnak 8500 migráns jelentene évente a vészhelyzeti kvóta alapján, és feltehetően, nem, ha nem is most, de legközelebb egy olyan célt láthatunk, hogy egy állandó szétosztási kvótát fognak majd felajánlani a Schengeni övezet beomlása helyett Kiseli Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.